Na sziasztok, folytatjuk innen tovább a Dark Souls 3-at, ugye Frida boss harc, most tulajdonképpen azt nyomjuk majd tovább. Itt most hatodik haszakad, meg fog halni, szóval. Ha itt ülünk napestig, akkor is. Na most a célom az tényleg az, hogy valahogy Phase 2-t annyi HP-val, vagyis annyi Estus-szal túl tudjam élni, ami elég. Phase 3-ra nekem, ugyanis ott egyszerűen nincs bírás. Nincs bírás Fridével. Na nézd, hallod? Légy szíves. És ugye az benne a legrosszabb, mint ahogy itt a példa is mutatja, hogy egyszerűen nem éri meg vele trédelni. Akkora damage, akkora damage. Mint ide lacháza. Ajajajajajajaj. Na nézd meg, hogy... Na szevasz. Na és itt van ez a fázis, ami nekem egyszerűen annyira nem akar sikerülni. Most meg fogom próbálni az Exile-al papit. Meglátjuk. Ájjajjaj. Egyszerűen itt annyi felé kell figyelni. De jó lenne staggeröltetni papát. Jó. Nem kéne sok. Na még egy. Oh! Jó. Oké. Frida ott van hátul. Ja igen, nincs izém. Na jó, akkor még egy buffantyú. Imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy 10 Estus. Elég legyen nekem ehhez a fázishoz, mert ez kegyetlen. Na jó, gyere. Tűkön ülök. Na most csak azért is. Hát ezt Istennek nem tudom ezt kiizélni. Várjál, mert izé... Mentő. SOS mentő. Istenem. Nem. Várj. De hogy tudja már, hogy mikor kell, érted? Dodzsolgatni? Aha, meg vagy. Itt vagy. Hát ez hihetetlen ez az asszony. Te kész vagy, Fride. Fullosan készen vagy. Na gyere! Valami lesz. Jaj, csak ne így! Hallod? Nem jó. Nagyon nem jó. A világ összes HP-ja nem elég, de komolyan mondom, amikor az emberbe beleüt egyet. Na de hát az a baj, hogy nem tudok izé vaskosabb páncélt felvenni, mert egyszerűen nem bírom el, szóval... Szóval igazából mindegy. Az ideális az lenne, hogyha mindig tudnék mondjuk full HP-n maradni. És akkor ugye megkapnám legalább a damage bónusz, de hát... Sokszor komolyan mondom, még healelni sincs időm elmenni. Jaj, de... Pezzeg, most nem rohantál felém. Na, gyere. Látom az akarást a szemedben. Ó, Istenem. Hallod, essünk már túl ezen a fézen, vagy valami. Hol vagy? Á, meg vagy. Nem. Nézd meg komolyan. Te mióta vagy ennyire... okos? Igen, már én is sírok, papi, már én is sírok amúgy. Vastagon besírok rajtad. Ajajaj. Nagy ajajok. Gyere, papi. Dolgok van. Jaj, ne. Jaj, ne. Várjunk már egy picit. Várjál, papi, mindjárt jövök vissza.
Aj, csak melyik irányból? Na, már látom, hogy Frida is. Alig várja. Oké. Okay. Jajjaj. Papi. Ó, oh, az istenit. Frida, nem akarod inkább healelni papit, vagy valami? Mert már komolyan ki vagyok. Ah, most healeled, amikor 6000 kilométerre vagyok tőled. Nagyszerű. Hallod, papi, most már elegem van belőled. Nézd meg, ide rakja alá ma izét. Mindegy, meghódtál. Valami lesz. Jaj, ott vagy. Jó, látom, látlak. Látlak, látlak. Sajnos. Jó, jó, jó. Amúgy a legidegesítőbb az az, hogy amikor így itt beszél, bele se tudok menni az inventoriba egyszerűen, érted? És nem tudod átskippelni ezt a hülyeséget. Hogy ezt mindig hallgass meg. Na jó, gyerünk, valami legyen. Valami jó. Nem jó. Hol vagy? Istenem, komolyan mondom, ezek a izék. Csak így körülbelül látom, hogy hova ugrán, de... Jaj, ne! Ez az. Komolyan ez a damage, érted? Hát ezt nem hiszem el, ezt az asszony. Ez ennyi volt. 2 perced nincsen. Perced? Másodperced nincsen. Istenem, komolyan mondom. És akkor én még azt hittem, hogy Midir lesz nekem a legnagyobb probléma ebbe az egész izébe. Hát baromira nem. Komolyan mondom, már várom Midir. Annak legalább, ha konstans a fejét ütlegelem, történik valami, de veled? Miért mindig a női bosszok a legizébbek? Bárhol, érted? Hát ez mi a túra volt? Na jó, gyere! Aha. Na, hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Jó Isten, se tudja, hogy hol vagy. Már nem tetszik, hogy csak 11 esztuszom maradt. Ó, az isteni. 10. Ilyenkor kéne. Nem. De már ott szalad, érted? Látom, mert még nem is csinálok semmit, Frida már be van állva ilyen izébe. Harci asszony pózba. Papi. Itt vagyok. Jaj. Nézd meg, már híleli. Komolyan mondom, szívem szerint inkább Fridét kenném már el itt is. Papinak is ez a hitboxa. Papi. Aj, Istenem. Úristen, mekkora teniszpálya terepen megy itt már át ez a Frost. Vagy hogy nőtt ez ide ki? Ó, oh, komolyan. Papi. Oh, Istenem, 100 000 év. 100 000 év ez a Phase 2. 100 000 év. Pedig amúgy baromi jól sebzi az Exile. Még úgy is, hogy nem vagyok full HP-n, meg úgy is, hogy nincs rajtam izé. Beef buff. Na most csak azért is felteszek ide egy izét.
Így. Ezt a bandit knife-ot én ki is veszem most így. Nem is kell. Na gyere! Aj, de persze! Komolyan itt minden azon dől el. Kijut hamarabb. Hát na szerencsére én. Jó? Jó, ezt most el tudom fogadni egy phase 1-nek. Na menjünk nagy HP-zni. De látod, hogy már, érted, meg sem mozdulok még szinte, az Frida már, már csinálná. Várjál, papi. Ó, Istenem. Hallod, asszonyság? Kész vagyok, ment tőled. Úristen. De... Hát így nem lehet itt dolgozni. De most komolyan nem. Na most mi van? Most van alattam Frost vagy nincs? Sose tudom meg. Frida, hallod? Nem akarnád inkább papit healelni vagy valami? Na, végre. Jó. Én, de ki vagyok már ettől? Már mi a túróutban? Beveszem. Nézd meg, érted? Nem tudok. Kidob az inventoriból, mert papi elkezd beszélni. Nehogy tudjak valamit csinálni. Szóval 6 move-os kombo, úristen. Hol vagy? Mi? Valahova ide. Nem, oda. Hol vagy, komolyan? És akkor még érted ez is. Ó, persze, de Istenem, de szerencséd van, hallod neked mindig. Ezekkel a izékkel, range-ekkel. Hát nem igaz. Itt halok meg. Nem. Akkor majd most. Nem. De nem igaz, hogy nem tudlak lepojzolni. Hát hihetetlen! Téged, Fortuna mama, hallod? Nagyon szeret. Úristen! Hihetetlen, megint nem érem el. Hova? Megvagy. Na ne csótánk! Nem, nem, nem! Oh! Édes Istenem, azt hittem, hogy be fogja csótánkodni ezt a... Na hallott, Frida? Most már... Ezt fizesd meg nekem. Már a shieldet is mindjárt kicserélem. Hol van a shield of want? Megvan. Jaj, Szűz Máriám, komolyan mondom. Erre nem tudok most egyszerűen már mit mondani. Ez egy isten igazi világi kínszenvedés ez az asszonyság. Na, de maradt legalább 5 esztus. Baromira örülök, hogy túl vagyok ezen a izén. Boss harcon, mert ez kész. Ez teljes egészében kész volt, úgy ahogy van. Ettől függetlenül egyébként, hogy itt szenvedtem most vele, nem tudom. Hát azért... egy darabig.
baromi jó boss, meg mit tudom én, de ez a három fázis, hát ez kegyetlen. Na jó, átugrunk innen a izébe, a Ring Citybe. Viszont most nem a Ring Cityvel fogom folytatni, hanem eszembe jutott, hogy én ott a Grand Archivesbe abszolút nem mentem még tovább. És ugye a hercegek még egyébként ott vannak. Még így minden előtt, a Cinder előtt. Úgyhogy akkor azt fogjuk majd most megcsinálni. De, még mielőtt bármit is csinálnék. Van itt egy fegyó, amit szeretnék mamitól megvenni. Ha jól emlékszem, ő árulja, igen, ezt. Ugyanis ezt is szeretném kihúzni, vagy Darkba, vagy Káoszba. Szerintem inkább Darkba. És ezt szintén tervezném használni, úgyhogy... Úgyhogy akkor... Ezt még így itt mindenek előtt. És talán még itt egy ember van, ha jól emlékszem. Aha, igen, ezt így felszedjük. Jó, és akkor innentől kezdve... Várjunk már, most itt nem tudok majd visszamenni, igaz? Ha mondjuk... Ja, de. Jó. Na, lépek pár szintet. Most teljes egészében ki vagyok egyébként ettől a nőtől. Úgyhogy visszamegyek Firelinkbe, lépek pár szintet. Most tartok egy kis agyi pihenő szünetet, és utána folyt köv a Grand Archives-ba. Na és akkor itt ugye, ami kell nekünk, most jelenleg az ez lesz. Jó, hát 83-as szinten vagyunk. Fullosan jó. Oké. Na, akkor összeszedem magam agyilag, lelkileg mindenhogy, mert ez tényleg most fájt. És akkor folyt köv a Grand Archives-ba, és ha minden jól megy, akkor a rész végére a Twin Princess-zel. Jó, oké, így helybe leszünk. Na hát, bocsi, ha visszhangzik majd tényleg a Frieda harcnál a hangom, de ez van. Na, lényeg, ami lényeg, ez teljesen kiment a fejemből. Ugye itt is hamar leszettem Dragon Slayert, és totálisan kiment a fejemből, hogy itt ez a rész még itt hátra van. Na, ugye most már, hogy leszettük az összes, a Twin Princess előtt az összes lordot, ugye most már itt elérhetővé válik nekünk ez a kulcs, amivel be tudunk ide jönni, és ezt a mágust minél hamarabb, hát igen, le kéne szedni. Ki lehet egyébként breedeltetni így egyből, valamilyen úton, módon, ha jól emlékszem, már egy párszor sikerült, hogy így nem tudott elteleportálni, Istenem. És akkor úgy kicsit meg lehet itt könnyíteni a menetet, de hát ahhoz egy kicsit vaskosabb bandit knife, vagy nagyobb spamolások kellenének, mint amit én most itt, édes Istenem, ezek a trollok komolyan, amit én itt most véghez tudok vinni. Úgyhogy felszenvedjük magunkat, leszedjük a mágust, és itt elég sok minden van. Itt lenne egyébként később Orbeknek is az S kis hamuja, de nekem itt most ugye nem lesz Orbek, mert, mint mondtam, nincs varázslóm, tehát... Ezzel most így nem tudok mit csinálni. Lényeg, ami lényeg, hogy ez egy baromi jó terep szerintem. Elég jó cuccok vannak itt, így össze-vissza elpakolva, meg... Hát meg úgy alapvetően egy egész kis hangulatos terep. Lesznek NPC harcok, és ugye fent a nagy angyalok, ezek a kis idegesítő izék, viaszfejek, viasztestek. Majd mindjárt mi is beviaszosodunk. Illetve azt hiszem, hogy nekik ez a kis cucc, ami a kezükben van, ez az, ami még ilyen plusz item discovery-t ad. Úgyhogy elég jó spellek vannak még itt, de itt sem fogok egyébként felvenni mindent, ezt már most mondom. Viszont ez a kis viaszfej, ez ugye arra kell, hogy ezekből a kis könyvesszekrényekből jönnek ki ezek a fejek, és akkor addig, amíg ez rajtad van, nem tudnak neked ártani. Most itt egy, aha, meg is van, egy kart kerestem. Ugyanis itt van a Witch's Lock elrejtve, ha jól emlékszem. Egyébként pont azon gondolkoztam, most nézek egy másik végigjátszást is a DS3-ból, és pont elkaptam, ami, aha, vicsizlok, amikor felvette a srác az ostort, mennyire király lenne egy ilyen csak ostoros végigjátszás így itt a DS-ben, most úgy tényleg kedvet kaptam hozzá. Majd meglátjuk. Most jó volt egyébként így ide visszajönni, meg újra felfedezni itt a terepet, ennyi idő után. Baromira lenne kedvem majd
későbbiekben még egyszer egy másik végigjátszást csinálni, ami mondjuk tényleg csak ostoros. Hogy mibe húznám ki, arról még halvány lilagőzöm nincs és fogalmam sincsen, de valamit szerintem kiügyködnék, kitalálnék vele. Hát nézd meg ezt a mágus, most már komolyan mondom, hogy elegem van. Na megyünk felfele, ezt lerendezzük minél hamarabb, mert ezt így nem lehet itt csinálni. Mintha nem lenne elég problémája az embernek egyébként itt ezen a terepen. Na hallod? Remélem, hogy most meghalsz. Nézd meg, egy izével túl... Nem. Oh, jó, oké. Hú, barátaim. Vége van. Vége van, vége van. Hát igen, ezt is le lehetne adni ugye Orbeknek. Ez lenne az utolsó scroll, amit még le kellene neki adni. És ugye utána ő át is mozdulna ide. Behívható NPC-nek a Twin Princess harchoz. Sirisszel együtt, de hát ugye nálam Siris is, mint látjátok a ruhából, halott. Úgyhogy őt már itt nem nagyon fogjuk behívosgatni sehova. Jó sokáig tart ez a viasz fej, hallod. Azt hittem, hogy hamarabb le fog járni. Na és ugye majd ide lehet még bejönni. Ezt majd mindjárt lerendezzük. Itt lehet, hogy meg fogok halni. Nem a kedvenc ellenfelem egyáltalán ez az Iritil. Annyira végtelenül gyors. Hát már komolyan meddig tart ez a viasz fej? És már kezdek aggódni. Na gyere. Egyszer meghalsz. Együtés. Mindjárt nekem is. Nézd meg, lecsótányoskodja. Fú te. Na vége van. Na ezért nem szeretem én ezeket. Egyébként baromi menő a szettjük meg minden, de annyira agilis ellenfelek, hogy egyszerűen ez lekövethetetlen nekem, hogy sokszor mit csinál. Ó, ez, na végre lejött a viaszfej. Ez meg egy baromi jó spell. Kicsit lassú, amíg bekasztolod meg minden, de invédnél egyébként egy csomószor tök jól jött. Amikor ugye menekültek előled, és akkor másztak felfelé a létrán, tök jól le lehetett a hostot. Hát így sniperkodni vele lényegében. Ugye a távcsővel tudod egyébként így beállítani a szöget, hogy lője ki magát azt a sugarat, ami így kijön, és elég jól lehetett vele célozni. Damage-e is jó volt, meg hát ebbe igazából a lényeg az tényleg az volt, hogy... Várjunk már, most jófele jövök? Aha, jófele jövök. A lényeg az tényleg az volt, hogy egyáltalán a létrán ugye eltaláld, és akkor jó magasról leessen. Ezt itt Jormlán lehetett ott előtte garázdálkodni vele. Na jó, itt most visszakinyitjuk gyorsan akkor a shortcutot. Várjunk már egy picit. Ja, igen. Ugye ide most itt legelőre, de nem ez lesz a végleges shortcutunk egyáltalán. Hanem, majd még feljebb is lesz egy másik lift, ami majd nekünk kell. Viszont nincs az az Isten, hogy én most Bonfire-höz leüljek, mert ennyi minden után, amit most itt megcsináltunk, biztos, hogy kizárt. Na de várjunk, mert itt még kell, hogy legyen valahol egy kar. Aha. Na még vissza lemegyek, mert itt valahol kell, hogy legyen egy kar, amit ha elhúzunk, elmozdul egy fal. Erre fixen emlékszem. Ja, hát igen, meg itt lehetne ugye ugrándozni. A kis tetőkön, a kis könyves polcoknak a tete. Megvan. Jó, és akkor ezzel is ugye egyben nyitjuk itt a terepet. És ez itt. Aha, a Magic Ring. Jó. Ez ugye plusz 5 pontot ad az intelligence-re. Hát ti, mint egy falat kenyér amúgy. Hát nehogy eltaláljalak. Így. Ez ugye plusz 5 pontot ad az intelligence-re, és akkor ugye ezzel a gyűrűvel teljesedik ki lényegében az a négy ilyen különlegesebb gyűrű, ami ugye statot növel. Ugye van a Night Ring, ami strength-et, akkor a Hunter's Ring, ami majd fent lesz, az majd 5-öt ad dexre. Van ez a Scalar Ring, az intelligence-es, és akkor volt még ugye a Fate-es, amit megvettünk Champion Gundyr után a Maminál. Na, és itt megint 650 millió varázsló. Nem baj.
valahogy túljutunk rajtatok is. Igazából itt nem is lenne fontos mindegyiket leszedni. Csak már el akarok ide jönni. Ha már úgyis rajtam van ez a viasz fe... Ó, oh, Istenem. Ó, oh, Istenem. Rám dobták ezt a izét, hogy ilyenkor ugye lassabban megyek, és akkor nem tudok rollolni. Mindegy, meg vagyunk. Ja igen, és akkor ugye Orbek az pedig itt ülne, pont ennél a résznél. Azt hiszem itt... ezen a széken lenne itt a hamuja. Na jó, haladjunk, haladjunk, haladjunk. Sürgősen kellene nekünk az a nagy shortcut. Még így itt a NPC-k előtt. Bár nem valószínű, hogy át tudok egyébként hozzájuk jutni. Mármint a lifthez így az NPC-ken át. Lehet, hogy előbb velük kellene valamilyen úton módon majd elbánni. Na majd még kitalálom, hogy hogy legyen. Egy tuti. Greyrat itt fog meghalni ezen a terepen, úgyhogy neki pedig a hamvait itt lehet majd felszedni, majd megmutatom, hogy hol. Szerintem már most nekem is meghalt. Legalábbis remélem, hogy elküldtem ide felfedezni, és nem Iritilbe halt meg. Na majd kiderül. Gargoylokat megpróbáljuk minél hamarabb. Ezekből is lesz itt annyi. Jajjajjaj, kamera elment kirándulni. Nem baj. Hát ebből itt, ha egyet eltalálunk, akkor jók vagyunk. Aha, hát nem téged. Várjál, Crystallizard! Várj! Jövök! Te most fontosabb vagy? Oké. Okay. Jó. Életem egy heavy jammer. Ja, hogy te közben megsebződtél? Várjál csak. Így. Jaj, de jó lenne, ha visszakapnánk egy flaskát. Nulla estus. Remek. Nem baj itt most már, ha más nem, akkor átruhanok. Már itt vagyunk a célba. Majd ide vissza kell jönni, le kell esni. Ott fogunk tudni átugrani Greyratnak a hamvaihoz. Na jó, fiúkon én most csak így itt urasan, nőiesen. Ajaj. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ó, oh, meg vagyunk. Itt már csak te vagy. Meg innen nagyon-nagyon gyorsan el kell jönni, mert azt hiszem át tudnak ütni a... izén. Ezen az ablakon. Na, megvan a shortcutunk. Úgyhogy most már helybe vagyunk. Ha meghalok is, ide már könnyedén visszajutunk. Ah, persze, hogy át tudtok ütni. Miért ne tudnátok átütni itt? Nézd meg, itt hegyel a kis izéje. Spírje. Na, és akkor innentől kezdve... nulla estusszal ez nem valószínű, hogy meg lesz. De ott van még egy Lothric Knight. Most abba reménykedem, hogy ha... Hát ha... Ha azt leszedném, kapnék vissza egy estuszt, és akkor lehet, hogy át tudnám magam így vergődni itt az NPC-ken. Csak először is itt ezekkel kell... Aj, a fene vigyen el. Elbánni. Aj, de nem szeretlek titeket! Nem! Ó! Oh! Nincs egy divine blessingem, vagy valami? Ajajaj! Hát, akkor még esetleg annyit tudok tenni, hogy a princess ringet betesszük. Az elvileg meg kellene, hogy legyen nekem. Aha, igen. És akkor ez folyamat tölti vissza a HP-t. Ennyit tudok most tenni az ügy érdekében. Illetve reménykedünk, hogy ez a Lothric Knight itt esetleg visszaadna nekünk egy esztuszt. Azt nem bánnám. Na hát, ha hátba tudnám szúrni. Aha. És... ha mákunk van... Na? Estus? Semmi. Ez szomorú. Jó, hát akkor kalandozunk tovább a Sand Princess ringgel. Minél tovább húzom, annál több HP jön vissza. Nagyszerű. A gond csak az, hogy ott van egy caster is.
Na hát ezeket valahogy itt külön kellene választani egymástól. És szerintem a középső az észre is fog minket venni, ha ilyen óvatosba jövök, megyek. Remélem. Ha-ho! Ha-ho, ha-ho! Oké. Helybe vagyunk. Helybe vagyunk. Az a szörnyom, úgyhogy nem ő a legrosszabb. Tehát a kaszteres csajtól rosszabb szerintem nincs a három NPC között. Mert ezt még így le lehet spamolni. Ez így oké. Te nem akarnál adni nekem egy Estus-t? De, oké. Haladó, jaj. Ez nem jó. Nem jó. Vastagon nem jó. Na, valaki jön. Jaj, de nem mindjártek már, légy szíves. Légy szíves, ne. Csak egy. Egyszerre csak egy. Ó, Istenem, a gargoylok meg ott vannak. Hát. Ó, ne már. Pont te. Még élek. Meghoz. Úristen. Estus. Na jó, most már csak egyetlen egy van. Ezt most már valahogy le kell hozni. Jaj, csak te meg lődözöl, mi? Na. Wow. Jó, oké. Hát ezt ilyen nagyon szúnyogcsipésekkel. De lehoztuk. Jó. Hát legalább nem kell újra vissza feljönnöm. Azért ennek most örülök, ebben nem voltam biztos, hogy ezt meg tudom így oldani, de lényeg, ami lényeg. Most már így meg lesz a teljes shortcut, és eljött, vastagon eljött az idő, hogy visszaleüljek a Bonfire-höz, ezt pedig akkor kicseréljük. Hát ez most baromi jó szolgálatot tett, ez a Sun Princess Ring. Na, helybe vagyunk. 152 ezer forinttal nem fogunk itt rohangászolni, úgyhogy megyünk szintet lépni. És akkor, most nem tudom, hogy ebből szerintem kettő szintet, 2-3-at tutira tudok lépni. Mákunk van akkor még többet is. Azt mondja, hogy a szuper 3-at. Jó, és akkor mennyi maradt? 25 ezer. Elkezdem kihúzni a split leaf-et is. Az jó lenne, ha meg lenne. Először is megnézzük, hogy egyáltalán mivel tudom húzni azt a fegyót. Split leaf. Megvan. Sárdos ez is. Jó. Oké. És akkor chunkból kellene még vennem 5-öt. Na, először is beinfúzoljuk, most már, ha itt tartunk. Mégpedig, ha tudom, akkor darkba. Aha, jó, oké. Szuper. Pretty, be careful. Jó, és akkor majd csánkokat kell venni. Megnézem, hogy tudok-e valamennyit. Hát nem, hát baromi drága azért ez a csánk, ami azt illeti. 13 ezer forintba kerül egy. Nincsen semmi izém. Most megpróbálok ellőni mindent, amim csak van. De ez baromira nem lesz elég. 5. Á, nem. 4-et fogok tudni venni. Jó, nem baj. Nem kell mások. És akkor kihúzom teljes egészébe maxra a fegyót. És jó lenne megpróbálni azzal leszedni majd a hercegeket. Hát, ha még addig... Most gondolkozom, hogy van-e az utamba chunk, de... Az a baj, hogy ahhoz vissza kellene menni itt az elejére, újra felfedezgetni itt a terepet, mert azt tudom, hogy így a szekrény tetején ott vannak még csánkok, meg mindenféle egyéb ilyen dolog. De most így azzal annyira nagyon nem akarnám húzni az időt. Itt az angyalokhoz még felmegyünk, meg felveszem a Hunter's Ringet, illetve azt hiszem még egy Estus Shard is van itt.
Ha jól emlékszem, erre kell akkor itt felmenni. Illetve ugye az az angyali mirakul is itt van fent. Amit ezek a nagy melákok csinálnak. Jól el van dugva. Tetején a történetnek. Na és akkor ugye itt kell nagyon gyorsan futi-futi. Már az angyalkák azok itt vannak. Ők viszont sanszos, hogy csánkot dobnak, hogyha leszedném őket. Igen, és akkor megvan a Hunter's Ring. Hát megpróbálom. Végül is. Ez jó lenne, hogyha az egyik így itt eljönne alattam. Nem lesz olyan szerencsém, igaz? És itt se lehet. De, itt lehet. Az a poisz, hallod? Kemény. Na, hogy nézzem, csánkot dobtok? Hát nem, large-ot. Na mindegy. Viszont itt lesz valahol kint az Estus shard, ha jól emlékszem. És akkor ugye, ha mindent fel... Aha, igen, ha mindent felvesz az ember, akkor normál esetben ugye ennek kellene az utolsónak lennie. Már ha ugye nem hagynánk el semmit. Na, ezt megpróbálom hátba szúrni. Na, még pont. Annyira szeretném, ha csánkot dobnának. Nem. Akkor valószínűleg az lehet náluk a ritka drop. A csánk. Pedig kellene nekik. Nézd meg, nem adta be a backstabet. Várja. Jó, akkor ne adja be. Akkor hagyjuk. Ó, de most dobott csánkot. Tök jó. Na, és akkor itt ugye ennyi van. Itt lehet még leugrani. És akkor itt lesz, ha minden igaz, a ketrecbe az a miracle. Amit ugye ők csinálnak. Igen, ez a Divine Pillars. Na, azt mondja, itt hol tudok kijönni? Á, itt. Igen. Honnan lődözöl? Vajon? Most nem nagyon akarok itt megállni, szétnézni, mert tudja, hogy akkor fog eltalálni. Hát ez a gem, ez nem érte meg. Nem baj. Na, itt valahogy le kellene. Á, lentről lövöldözöl, igaz? Aha. Jó. Nem. Milyen masszív vagy, már hallod. Te kis gonosz. Jó. És akkor itt le tudunk jönni. Ahogy tanították. Na, lássuk itt, mik vannak. Jó. Most azt nézem, hogy itt kellene, hogy legyen valahol valami... Nem kellene, hogy legyen itt valahol valami létra. Amit le tudok lökni. Nem. Hát jó. Jaj, tényleg el kellene majd még menni izéért is. Greyret hamvaiért. Na jó, ha már úgyis itt vagyunk, akkor elszaladunk érte. Ez így most végül is még egész jól jött ki. Csak vissza kéne hílelni magam, mert gargoylok majd megint itt betámadnak ezerre. Azt mondja, hogy erre. És nekünk itt kellene lemenni a korvianokhoz. Hát ez kemény terep itt megint, de mindegy. Remélem túlélem. Cica gyűrűvel kellett volna ide a fene vigyen el titeket leugrani. De most ez van. Ha már legalább egyet... Nézd meg, itt fogok meghalni. Utálom ezeket a korvianokat, komolyan mondom. Pedig már itt voltunk egyébként a terepen. Ezek kegyetlenek, amikor így megindulnak. Na mindegy, itt lehet, hogy csinálok egy vágást. Visszajövök ide. És újra vetődünk egy nagyot. Na, helybe vagyunk, itt vagyunk megint. Átvergődtem itt magam a mindenségen is. Na, és akkor ugye itt haltunk meg. És akkor ide kellene vissza leérkezni. Hát, lehet, hogy jobb lenne, hogyha
Megpróbálom ezeket a kicsiket. Ó, hát de ez semmit nem sebez. És most már be is triggereltem. Nagyszerű. Kis tudok innen jönni. Az baj. Egyszerűen nincs időm érted ütni. Vaj, atya-gatya, na... Na jó, gyere. Jó. Hát, ez kegyetlen, hallod. Ez kőkemény. Már most már megnézem, hogy itt ezen az oldalt van-e. Úgy rémlik, van itt is valami item. Á, tényleg. Na és ez itt micsoda? Ja, hello, Jem. Jó, ezért nem éri meg eljönni. És itt hova lehet neki? Na mindegy, ezt már most nem nézem meg. Greyrentnek a hamvait akarom csak felszedni, és akkor utána csinálok egy... Á, nem is csinálok vágást már. Hát nem, baromira nincs itt Greyret. De, itt van, itt van, itt van. Nem. Itt kellene, hogy legyen. Ugye normál esetben, ez 1000%. Akkor lehet, hogy nekem Irithylben halt meg. Na majd megnézem, hogy hol van. Mert lehet, hogy akkor nem küldtem őt el itt felfedezni, kalandozni. Sőt, most már akkor így 1000%. De normál esetben ugye itt lenne. Neki itt van a vége úgy az egész karakter sztoriának lényegében. Na jó, akkor megyünk vissza felfelé a hercegekhez, mert most már tényleg nincsen más mit csinálni. És akkor fentről a liftnél jelentkezem. Na, szóval akkor itt vagyunk, haladunk tovább, ugye itt mentem fel először, az azt hiszem ott egy ember, vagy valami ilyesmi, szóval az ott nem igazán érdekel. És akkor most itt haladunk előre, ugye megyünk a bosszantyú felé. 600 milliárd eneminát, de igazából annyira nagyon nem fontos velük foglalkozni, minden mellett el lehet futni. És akkor itt a Twin Princes mellett ki is nyitunk egy shortcutot. Ami amiatt is fontos, mert a lift alatt van egy slab, ha jól emlékszem. Ez ugye az a lift, amit ott Dragon Slayer-nél nem tudtam aktiválni. Ugye annál a résznél, ahol Mond be lehet hívni hozzá segítségnek. Azt hiszem ez az a kis kápolnába visz vissza. Na, majd mindjárt kiderel. Aha, aha, aha. Na és akkor, ha minden igaz... Akkor itt most, ha innen kiugrunk, feljön egy másik lift. Hamarosan kiderül. Aha, igen, igen, igen. Na és akkor, hogyha ezzel lemegyünk, akkor ennek a legalján kell, hogy legyen egy slab. Ez ilyen tök királyul el van itt dugva. És... Á, igen, és meg is van. Na, úgyhogy akkor ez volt itt még a hercegek előtt a titkos kis slabünk. Na, de hát ugye nekünk nem slab kellene, hanem csánk. Ó, viszont megvan a 6 csánk. Hát akkor én szerintem... Én szerintem visszamegyek most Firelinkbe. Kimaxoljuk a split leafet. És megpróbálom azzal leszedni Lorient meg Lothricot. Most van is hozzá elég zsozsink. Meg legalább megnézem már a movesetjét még annak a fegyónak, mert nagyon régen használtam. És nem teljesen emlékszem, na de most már akkor így megvan. És, ha most ezt kicseréljük. Remélem két kézbe tudom. Aha. Na, lássuk, hogy ezzel mit tudunk mivelni. Igen, igen. Ez ugye a heavy. És
A weapon art, ami engem érdekel, az ugye ez. Hát ez baromi jó lenne Lorianra használni, na de... Hát kiderül, hogy mennyire lesz erre nekem időm. 61,6%-on vagyunk. Jó. Oké. Akkor veszek még ide pár cuccot. Többek között ilyet. És akkor meg is vagyunk, mehetünk. Mert ez szintén egy olyan fegyver, ami ilyen baromira stamina igényes. Úgyhogy... Úgyhogy vastagon kell majd hozzá a cucc. Ah, nem is tudom, hogy miért innen indulok. Igazából most azon gondolkozom, hogy melyik lenne a jobb út. Innen menni, vagy pedig visszaszaladni a másik lifthez. Menjünk most innen. Átrohanva mindenen, aztán, hogyha meghalok, akkor legközelebb majd feljövök a Twin Princes melletti liftnél. Csak ugye az se olyan jobb megoldás, mert Dragon Slayernek a Bonfire-jétől kellene ugye visszaelszaladni, és most azon gondolkozom, hogy szerintem időben semmit nem nyernénk. Vagy legalábbis nagyon minimálisat. Azzal, hogyha ugye onnan jobbról jövünk, vagy pedig hogyha innen. Jó, nyilván itt benne van az izé, hogy megsebződünk, de hát Istenem. Igazából ezek a vészesek. Aha. Jajajaj, már buffolja magát. Na mindegy, ajtónyitási iframe-ek. Hát ezt rossz látni, hallod. Ezt rossz látni. Na mindegy. Sürgősen rohanunk befelé. Sürgősen, sürgősen, sürgősen. Jó. És gyorsan. Az nem jó. Várjál! Ez nem lesz így jó. Nem is tudom, hogy neki mi a gyengéje. Lehet, hogy ide valami káosszal kellene jönni. Na, menjünk a másik izétől. Na, ne se ülök már ide. Menjünk a másik shortcut-tól, majd onnan jelentkezem. Megnézem még egyszer Lorient. Ezzel a split leaf-el, de félő, hogy egyébként reziszteli a Darkot, hogyha ennyire nagyon alacsony volt a sima damage. Jaj, légy szíves. Légy szíves, légy szíves, légy szíves, ne. Érdekes, érdekes. Megpróbálok majd bevinni neki valami heavy-t, mert... Oké. Csak nem nagyon lesz rá alkalmam. Ide jobb lenne az asztóra szerintem. Na üss. Hova vagy? Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogy te ilyen kis teleportálós izé vagy. Neki viszont kifejezetten imádom a fegyverét. Azt is jó egy ilyen izével használni, lóleveles karakterrel. Menjezzek már meg rajtad valamit.
És puty. Na jó, baromi gyorsan. Ajaj, ezt akartam elkerülni. Hát ez majdnem sikerült. Baromi gyorsan vissza akartam rohanni a izéhez, a foggéthez. Csak hiába nyomtam a kört, egyszerűen nem akar szaladni a karakterem. Na jó, akkor bosszantyú ajtó előtt jelentkezem. A Dragon Slayer-ös... Sőt, be is aktiválom most a Dragon Slayer-ös Bonfire-t. És akkor szerintem erről, ettől a lifttől fogok majd így közlekedni. Nem akarok most így ennyien a minit átrohangászolni, inkább úgy, hogy akkor innen jövök. Na, akkor onnan jelentkezem. Na, fent vagyok, és akkor én most azt mondom, hogy kíváncsiságból lássuk meg ezt az asztórát. De az kicsit furcsának találnám, hogyha pont a káosz lenne Lorianra jó, mert ő maga is ugye fire-ös. Szerintem. Jó. Itt ugye ilyenkor, ha nem szaladunk tovább, akkor nem teleportál el, hanem... Ouch, ott marad. Ahol volt. Jaj, ezt utálom, amikor ezt csinálod. 4.57, hát már pedig akkor ez lesz ide a jó. Hol vagy? Jaj, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Ú, de rossz kordot dodzsoltam. Gyere! Nem jó. Igazán összeesett, ne? Hol vagy? Jaj, te légy szíves, ne beszéljél még, majd mindjárt jössz te is. Ez baromi jó lesz rá, ez az asztóra történet, úgyhogy akkor ennél maradunk. Jó, akkor futi-futi újra. Na, újra liftbe. És azon gondolkozom, hogy akkor innentől kezdve, hogy ez így megvan, hogy ez lesz itt a jó. Be is buffolódunk mi itt. Inkább. Jaj, liftet újra visszaleküldöm. Illetve. És staminánk is legyen. Na hát meglátjuk, kíváncsi vagyok, hogy most sikerál-e. Egyébként magát, Lorient szeretem. A másik fázis nem szeretem annyira, amikor már ketten vannak. Lothric már nagyon nem hiányzik még így ide. Na, lesz még időm itt. Jó. Ouch. Na. Meghóz. Még nem. Majd most. Na jó, baromi gyorsan. Futi-futi. Á, Istenem. Mindegy. Ez se úgy sikerült, ahogy akartam, de valami volt. Hallod, Lorien? Na, hagy hilleljen már fel vissza magam. Na, most már jöhettek? Ó, Istenem, csak ne ezzel. De viszont lehet jobb lenne a Dark, most azon gondolkozom. Hallod ezt már?
Lehet itt át kellene váltani az Exile-ra, vagy valami ilyesmire. Vagy maradjak ennél? Nem bírom staminával egyszerűen. Baromi gyorsan el kell innen mennem. És már pont nem tudtam. Hát tudja a fene egyébként. Phase 1-re biztos, hogy jó ez a sztóra, de itt Phase 2-ben... Hát... Na mindegy, megyünk még egyet. Aztán, ha más nem, ha nagyon nem bírok így az asztórával Phase 2-ben elvelük, akkor ki fogom cserélni az Exile-ra. Tehát, hogy kiveszem az összes fegyvert, csak az asztórát meg az Exile-t hagyom bent. És akkor majd megpróbálom így váltogatni őket menet közben, mert most így hirtelen más nem igazán tudok kitalálni. Nagyon nehezen tudok most mozogni ott bent az asztórával Phase 2-ben. Ugye baromi sokat kellene dodzsolni, amikor ugye Lorien, vagy na, Lothric lövöldezi ezeket a hülyeségeit. Az egy kicsit problémás ott nekem, hogy még dodzsoljak is, de üssek is majd. Bemenedzselni itt a dolgokat. Hát, na mindegy, meglátjuk. Egy biztos. Ez marad. Illetve lehet, hogy Phase 2-re fogok átmenni inkább Ember formba, már ha egyáltalán át kell menni. Meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Ja igen, itt nem kéne elmozdulni. Jaj. Tele vagy meglepetésekkel. Baromira utálom, amikor ezt csinálod. Egyszer kiesek a ritmusból nála, azt annyi. Nézd meg. Na jó, ide vastagon kell az izé. Egy ember, úgyhogy ennek most kell sikerülnie. Ha törik, ha szakad. Ebből több próba most nekem nem lesz. Na, rohanási ezerrel. Sicsúcs. Így, né? Jó. Hol vagy? Hol vagy? Úgy, né? Hát, te csótány vagy, Lorien. Nézd meg, megint nem szalad a karakterem. Low-to-road nem lehet ilyenkor látni, esküszöm. Semmit. Effektíve, érted, semmi. Ennyi volt. Összeszedhetném magam, fiúk. Nem?
semmit nem látok. Hol vagytok? Fú, te. Nem érdekel, ha robbanunk. Az igen. Nézd meg, hogy hogy kapdos utána. Ez ennyi volt. Na még egyet, most már biztos, ami biztos. Tessenek meghalni, ahogy azt, ahogy az meg van írva. Fú, de idegesítőek ezek Phase 2-be, hallod. Non-stop spam. Na mindegy. Ezen is túl vagyunk. Na, akkor most már viszont tényleg minden bevégeztetett, és nem hagytam ki semmilyen terepet. Tehát akkor innentől kezdve hivatalosan a Ring City, ami most már következik. És akkor, mint mondtam, a Cindert fogjuk utoljára hagyni. És akkor a következő részt az teljes egészében a Ring City-nek a legelejéről kezdjük, és baromi jó szolgálatot tett az Astora is, meg szerintem az Exile is, de akkor most elkezdem használni. Ha már kihúztam ezt a fegyót, és akkor meglátjuk, hogy ez hogy fog remekelni nekünk a Ring City-be. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez most szerintem egy picivel hosszabb rész lesz, mint ami normál esetben szokott lenni, ugye önmagában ez a harc is egy kicsit sokáig tartott, a Friedés harc az kifejezetten, úgyhogy hát remélem a következő részben már úgy visszatérünk a normális kerékvágásba. Szóval akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor remélem, hogy találkozunk majd legközelebb is. További szép napot, vagy szép estét nektek. Sziasztok!